Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mit láttok, milyen helyzet van a világban, mi várható a jövőre nézve, ha nem tesznek az emberek semmit. Akkor semmi jó nem látható. Ugye mi történik most? A jó emberek hagyják, hogy a rossz eluralkodjon a Földön, nem? Szó szerint. És minek a következménye az, hogy a rossz eluralkodhat a Földön? Gyakorlatilag azt mondtad itt, hogy az elnyomás, de én nem ezt mondanám, hanem a tudatlanság. Tehát a tudatlanság. Mert például hiába lenne elnyomás, hogyha az emberek tudnák, hogy hogyan kezeljék az elnyomókat. És hogyan kezeljék magát az elnyomást. Tehát itt a legfőbb probléma ezen a bolygón az, hogy tudatos butítás folyik. Tehát tudatos, mondhatjuk azt, hogy elbutítás folyik. És be van csomagolva ez az elbutítás egy olyan csomagolóanyagba, amire látszólag úgy tűnik, hogy az embereket tanítják. És ugye lett egy olyan szó, ami régen nem volt, ezáltal nem is magyar szó, ha megnézed, az a szó, hogy intelligencia. Hát annak semmi köze a magyar nyelvhez. Ez egy idegenből összeszedett szó. És az intelligenciára hivatkozva, ugye olyan oktatási rendszert dolgoztak ki a világban, tehát ami azt jelenti, hogy nyilván ez nem egységes, de hogy az emberek azok úgynevezett intelligensek legyenek. Na most, ráadásul ugye azt mondják, hogy ha nem lenne egy ilyen szociális oktatási rendszer, mit jelent a szociális, hogy szociális működésre, szociális kapcsolatokra neveljék az embereket, akkor az emberek ilyen barbár módon működnének. Na most erről csak annyit mondanék, hogy régen az emberek azok csak nagyon alapelemi iskolákba jártak, és mégsem voltak barbárok. És mégis intelligensebbek voltak, mint a mai emberek. De ugye ebbe belecsomagolták az egész oktatási rendszert, és gyakorlatilag ma egy átlagember azt gondolja, hogy minél több ilyen állami ellenőrzés alatt folyó iskolát jár ki, annál többre viszi az életben. Pedig ez alapvető tévedés. Ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy akik minél hamarabb kezdik el az életet, és az pedig nem az állami, vagy az államilag felügyelt oktatás, hanem az élet az, hogy teremt. Tehát bevonul a teremtés területére, mondhatnánk azt, hogy foglalkozás, munka, tevékenység, aminek teremtés a végeredménye. Na most, hogy az fizikai vagy szellemi teremtés, az ebből a szempontból részletkérdés. És láttam például egy olyan videó részletet, ahol
ugye nem tudom kinek mond az a név valamit, hogy Warren Buffett, a világ egyik leggazdagabb embere, és ő saját erejéből lett a világ egyik leggazdagabb embere, tehát benne van az első ötben ez az ember, a világon az első öt leggazdagabb ember egyike, és ez 11 éves korában kezdett el tevékenységet folytatni, tehát mondhatni azt, hogy gyarapítani a vagyonát 11 éves korában. És ha megnézed azokat, akik gazdagok lettek, tehát szuper gazdagok lettek, saját erőből szuper gazdagok lettek az elmúlt időszakban, azoknak a többsége 14-15 éves kor alatt elkezdte a teremtést. Magyarul befejezte már az iskolai tanulmányait, és bevonult az életbe, és elkezdett teremteni. De a nagy tömegekkel azt hitetik el, hogy akkor viszik sokra, ha minél több iskolát végeznek el, olyat, amit az állam valamilyen szinten felügyel. Na most megnézed, amit elvégeztél az általános iskolába, és ha jártál középiskolába is, tehát nem szakmai iskolát mondok, tehát nem szakmunkásképzőt mondok, hanem középiskolát, akkor gondold végig, hogy abból a 12 évből nap mint nap 12 évig tanítottak, abból a 12 év tanításból nap mint nap mennyit hasznosítasz? Hát az olvasást, nem? Az írást, nem? De legtöbb ember fiatal emberként már nem kézzel ír, hanem géppel. Tehát az írást, meg még egy van, számolás, nem? De a fiatalok többsége már azt is géppel csinálja. Tehát fejbe számolás az már a fiataloknak nem annyira megy. Tehát gyakorlatilag az, hogy te megtanultál alapvető műveleteket számolni, megtanultál írni, olvasni, ha visszaemlékszel, mennyi időre volt szükség? Mutatom, 2 évre. 2 évre. Most képzeljétek el, beiratnak egy gyereket az iskolába, és szeptemberben elkezd iskolába menni, és elvárják tőle, hogy decemberre olvasson. Tehát karácsonyra neki már olvasni kell. Tehát van rá 1-2, tehát szeptember, október, november, december, 4 hónapja. Nem egész 4 hónapja, mert közben van őszi szünet, stb. Stb. Oké? 4 hónap alatt. Ha 2 évet foglalkoznának azzal, hogy az ember tudjon írni, olvasni és számolni, de csak az alapművelet, nem tudom, az alapműveleten felül a matekban mennyi mindent tanultunk? Abból mit használsz? Semmi. Tehát gyakorlatilag megnézed, a 8 általános az arra azt a célt szolgálja, hogy te valami tudományos professzor vagy kutatóvá válj, majd mire nagy leszel. Érted? Na most, mert ott kellenek ilyen számítások, meg ott kellenek olyan tudások, amit ott tanulsz. És ha ezt megnézzük, tehát például mondjuk én imádtam a történelmet, de azért úgy megkérdezném, mire mész azzal, hogy tudod, hogy mikor volt a Mohácsi csata? Semmire. Érted? Kinek kell tudni az, hogy a különböző évszámok és milyen történelmi események mikor voltak? Hát azoknak, akik ezzel foglalkoznak felnőttként, nem? Egyébként avval a tudással kitörölheted a
hátsódat, érted? Mert mi nem érsz vele, hogy tudod? Mi nem érsz vele? Semmire. Tehát gyakorlatilag 2 év alatt meg lehetett volna tanítani az alapokra egy embert. A többi 10 évet azt kidobtad. Illetve mondjuk azt, hogy kidobtuk az ablakon. Világos ez? Na most ezt miért mondom? Mert a tudatos elbutítás onnan indult, hogy olyat kell tanítani az embereknek, aminek semmi hasznát nem veszi. Miért? Ennek 2 haszna lesz. Azért kell így tanítani az embereket, tehát a gyerekeket, mert 1. Nem fog tanulni meg lényeges dolgokat, amit az életben használni kellene, mert olyanokat nem tanítanak. Oké? Tehát olyan dolgokat tanítanak, amit semmire nem fog használni az emberek 98%-a vagy 99%-a. Semmire. És mi a másik haszna? Hogy az nevelődjön be a gyerekbe, hogy felesleges tanulni, mert úgyse fogok belőle használni semmit. Világos ez? Mert 10 évet úgy tanult, vagy 11-et, mert ugye most már 1 év alatt már tudnod kell írni, vagy a gyereknek tudni kell 1 éven belül első osztályba, tudnia kell írni, olvasni, számolni. Tehát utána még tanul 11 évet, tanulja semmit. Tanulja azt, amire az ég adta világon semmi szüksége nem lesz. A 99%-nak. Az 1% meg le van esszel kezdődő, alva végződő szóval. Világos ez? Kit érdekel a kisebbség, ha a többségnek az rossz? Világos ez? És a 99% az elég nagy többség az 1%-hoz képest. Tehát lényeg az, hogy elérték az embereknél, még egyszer mondom azt, hogy azt gondolják, hogyha tanulok, annak úgy sincs semmi értelme, mert mennyi évet tanultam és semmi értelme nem volt. És a másik, mi volt? Az előző? Emlékeztek? Nem? Nem emlékeztek rá? Hát most mondtam. Tehát 2 dolog volt. Mi volt az előző? Hm? Nem tudjuk? Majd eszünkbe jut, jó? Szóval lényeg az, hogy elérik az embereknél azt, hogy ne akarjanak tanulni. Na most ugye azt mondják, azt is mondják, hogy szocializálni kell az embert. Na most én azt látom, hogy kijár valaki 12 vagy 16 év iskolát, és nem olyan szociális működésű, viselkedésű, mint egy más, egy, mondjuk egy 2 éves gyerek. A 2 éves gyerek a sokkal szociálisabb viselkedésű, mint bármilyen felnőtt. Tudod, hogy működik? Mondjuk elviszed a 2 éves gyereket mondjuk egy boltba, és mondjuk állsz a kasszánál sorba, és közben jön egy hasonló korosztályú gyerek a szüleivel. És körülbelül annyival, hogy ránéznek egymásra, és 2 percen belül már kommunikálnak egymással. Úgyhogy előtte soha sem látták egymást. Oké? Ha
még szociálisabbak azok a gyerekek, akkor körülbelül 15 másodperc fog eltelni. Érted? És már kommunikálnak egymással. És ezt a felnőttek csinálják. Tehát mondjuk állnak a sorba a kasszánál, és pár másodperc múlva már kommunikálnak egymással. De régen ezt csinálták. Világos ez? Én még olyan gyerekkorban nőttem föl, mikor az emberek ezt még csinálták. Akkor kérdezném, kik voltak az intelligensebbek? Régen, amikor én gyerek voltam, ugye én városba nőttem föl, tehát budapesti gyerekként, amikor én gyerek voltam, ez így volt, hogy egyszerűen ugye a felnőttek abban az időszakban, előtte már, ugye a 20-as, 30-as, 40-es években, vagy akár az 50-es években jártak iskolába. És akkor ugye nem azt mondták, hogy azért nevelik, hogy intelligensek legyenek. De mégis beálltak egy sorba, és max pár percen belül már folyt a diszkurzus, a beszélgetés. Érted? Most ritka, mint a fehér holló. Oké? És hát de ha az embert megnézzük, az ember az egy társas lény. Az egy társas lény. És ha nem társas lényként éli az életét, akkor nem érzi jól magát a bőrében. Legalábbis nem annyira, mintha társas lényként élne. És ez mind annak köszönhető, hogy szépen fokozatosan elérték, hogy az embereket olyanra tanították, aminek semmi értelme, megutáltatták velük a tanulást. Mert gondold végig, hogy azokat a tantárgyakat, amit nem szerettél. Ami nem érdekelt, de azt nem is szeretted. És untad. És ott unatkoztál az órán. És borsózott a hátad, mikor annak a házi feladatát kellett megcsinálni. Gondold végig. Na most elérték az embereknél, hogy megutálják a tanulást. De én erre javaslok valamit, jó? Mi lenne, hogyha kipróbálnátok, ugye ti már kipróbáltátok, akik itt vagytok, és ugye tanulóként hallgattok engem, mi lenne, ha kipróbálnátok mondjuk egy 3 hónapos tanfolyamot? Ami nincs befejezve, csak próbáljátok ki, hogy vajon amit itt tanulsz, fogod-e tudni használni az életedben? Mert itt más nem tanulsz, csak olyat, amit akár a mindennapjaidban tudsz hasznosítani. Na nézzük meg, hogy mik ezek, amit tudsz hasznosítani. Hoppá! Bocsánat, nem ezt kell nyomnom, hanem ezt kell nyomnom. Oké. Itt van 10 terület. 10 terület az életednek. Nem tudom nektek, mennyire tanították abban a 12 évben, vagy akár fölötte 16 évben. Vagy ha kevesebb volt 8 évben, mindegy, tök mindegy. Hogy hogyan bánj önmagaddal. Vagy hogy hogyan bánj majd a pároddal. Vagy hogyan bánj mondjuk a szüleiddel. Vagy hogyan bánj mondjuk a gyerekeiddel, hogyan neveld a gyerekeidet. Vagy mondjuk hogyan bánj általában az emberekkel, másokkal. Akik nem ide tartoznak, hogy párod, vagy szüleid, vagy gyereked, hanem a többiek. Vagy hogyan bánj mondjuk a munkáddal. Hogy a munkádból ki tud hozni azt, amit
Lehet. Vagy hogyan bánj mondjuk a pénzzel? Hogy legyen elég pénzed, és ne legyenek sose pénzügyi gondjaid. Vagy hogyan bánj mondjuk a környezeteddel? Mi a környezet? Az a világ, ami körülötted van, nem az emberhez kapcsolódó világ. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, úgy értve, hogy nem az emberek világa, hanem az állatok és a tárgyak világa, illetve a növények világa, stb. Stb. Vagy hogy hogyan bánj mondjuk a hatóságokkal? Hogy ne legyenek problémáid a hatóságokkal. Vagy hogyan bánj mondjuk a teremtőddel, az Isteneddel? Ezeket tanították? Valaki esetleg járt hittanra, akkor lehet, hogy itt tanították, hogy imádkozz hozzá, nem? De igazából még azt sem magyaráztak el, hogy az kicsoda, micsoda, hogy működik, érted? Nem magyarázták el, még a hittanon se. Én jártam hittanra gyerekkoromban, már emlékszem, hogy bármi olyan dolgot tanítottak nekünk, hogy tanuljuk meg a különböző imákat. És akkor mit tudom én, hogy lefekvés előtt imádkozzunk, meg stb. Meg esetleg evés előtt is, hát ilyeneket tanítottak. De az, hogy ki az, mi az, mit tud az, miben tud segíteni, hát az mintha nem lett volna, mintha kimaradt volna. Érted? Na most az életünk pedig, ha megnézzük, hát ebből a 10 területből áll. 10 területből. És ez gyakorlatilag hát nem egy olyan, amit el lehet mondani teljes egészében, mondjuk pár óra alatt, vagy pár nap alatt, vagy pár hét alatt, vagy pár hónap alatt, de még pár év alatt sem, mint kiderült. Hát most gondold végig, emberek élnek és betöltöttek bizonyos életkort. Ugye mi jellemzően felnőtteket tanítunk. Régen megkérdezték tőlem, hogy mi nem tanítunk gyerekeket. Nagyon egyszerű, azért nem tanítunk gyerekeket, mert ha te tanítanál gyerekeket, és ősz hazamegy, és a szüleit nem tanítod, ugyanolyan hülye marad szegény. Érted? Sajnos. Mert a szülő nagyobb hatást fog gyakorolni rá jóval, mint az iskola. Ezáltal ugye mit kell jellemzően tanítani? Hát a gyerek az első 7 évében, a gyerek az első 7 évében mintát szerez. És ezt a mintát, amit szerzett 7 éven keresztül, azt a mintát fogja használni, és tudod ki a minta alany? A szülő. Nem az óvónéni, nem a szomszéd asszony, a szülő. Majd 7 és 14 év között befolyásolni fogja az életét az, hogy mit tanul abban a 7 évben. Méghozzá nem kismértékben fogja befolyásolni, hanem nagyon. Tehát van 14 éve a gyereknek, ami a szülői szempontból meghatározó. Mert ugyanis a gyerek, akármilyen hihetetlen, ha a szülőtől nem tanul jót, mondjuk a második 7 évében, akkor a barátoktól fog tanulni. És tudod, mit tanulnak a barátoktól? A hülyeséget. Tehát mindenféleképpen abban a 7 évben, a 7-14 között a gyerek tanulni fog. Akkor is, ha tanítja a szülő, akkor is, ha nem tanítja a szülő. Oké? Okay?
És ha olyat tanul, amire semmi szüksége nincs, akkor az itt bemegy, itt meg kijön. Tudod miért? Mert az embernek van egy alapvető működése, hogy én azt fogadom be, azt a tudást, amire szükségem van. Ez egy alapvető dolog az embernél, és minden embernél. Érted? Azt fogadom be, amire szükségem van. Emlékezz, mikor itt tanulsz, mondom az itt tanultaknak. Hányszor volt olyan, hogy tanultál valamit, és mivel nem volt rá szükséged, igazából itt bement, itt kijött. De egyszer, mikor szükséged lett, akkor azt mondtad, hú, na vegyük csak elő azt a tudást. És akkor elkezdted ismételni azt a tudást, mert már nem emlékeztél rá részletesen, hogy mit is tanultál ott azon a részen, és azt mondtad, hogy na akkor nézzünk utána, hogy mit is tanítottak ezzel kapcsolatban. És akkor fogja az ember, és átnéz, és fölelevenedik az a tudás, amit tanítottak, és be tudja építeni az ember az adott élethelyzetébe. Szóval a lényeg az, hogy az ember így működik, hogy amire nincs szükséged, az például meg lehet venni, csak nem fogod mire használni. Érted? Lehet, hogy fogod nézegetni, hogy húha, nekem ez van, csak éppen használni nem fogod. Mert nincs rá szükséged. Lehet vele felvágni esetleg, ha jó drága valamit vettél. Érted? Vagy valami nagyon szép, de nincs rá szükséged. Akkor csak ebben kimerül annak a valaminek a használata. Tehát lényeg az, hogy amire szükségünk van, azt építjük be valamilyen szinten az életünkbe. Hát most mondok példát. Valakinek nincs párja, és nem is akarja tanítani a párkapcsolatot másoknak, akkor a párkapcsolattal kapcsolatos tudás itt bemegy, itt meg kijön. Világos ez? De bármilyen ilyen típusú képzés. Ha valakinek nincs gyerek, és nem akar gyereket nevelni, és nem is akar ebben másoknak segíteni, itt bemegy a tudás, itt meg kijön. Ennyi. Mert nincs rá szüksége. Most itt vagyunk egy olyan világban, ahol tehát az embereket arra tanították, amire nincs szükségük. Tehát mondom, számolásra van, írásra van, olvasásra van, erre van szükség. Ezt használjuk is, valamilyen szinten. De más használjunk, amit tanítottunk. Semmit. Nem tudsz még egy olyan dolgot mondani a 12 évből, amit rendszeresen használsz. Hát gondold végig, ma a világban hány olyan szakma van, amit régen egyszerű betanítással tudtak csinálni. Tehát nem kellett hozzá iskolát végezni, hanem valaki betanította, az azt jelenti, hogy mit tudom én, pár hét alatt betanulta, érted? És utána tudta csinálni. Jó, nem kapott belőle szakmunkás bizonyítványt. Érted? De ugyanúgy el tudta utána végezni, mint aki betanította őt. Ma a szakmák, illetve a tevékenységek jó részét, amit régen simán betanítottak, azt is iskolában lehet elvégezni. Érted? És ott tanulnak hónapokat, éveket, olyan dologban, amit régen fogták, az pár nap alatt, vagy pár hét alatt az emberek betanulták. Tehát például az én anyám
az varrónő volt. És nagyon jól keresett vele a varrónőséggel. De nem ruhát vart, hanem kesztyüket. Azért, mert édesapám meg ugye a kesztyű szabászatot tanulta anno annak idején. Nem hagyományos kesztyűt vart, hanem munkavédelmi kesztyüket a múltban. És ebben jól keresett. De nem volt neki varrónő szakmája. Hanem simán betanították. És mégis meg tudott varni minta kesztyüket. Tehát minta kesztyű. Ami megvolt, hogy mit tudom én, egy öltés hány milliméter lehet egymástól. Érted? És lényeg az, hogy, mit tudom, akkor is volt már olyan, aki varrónőként szakmát végzett. Semmivel nem tudott jobban. Bármit. Tehát van egy csomó olyan szakma, ami gyakorlatilag sima betanított. Tehát itt vagyunk egy olyan világban, ahol megpróbálják az életedet túlbonyolítani. Érted? Tudod, miért tudják túlbonyolítani? Mert az időd bizonyos részét nem avval töltöd el, hogy tényleges tudást szerez. És ha az ember nem szerez tudást a mai világban, akkor sokkal, de sokkal nehezebben boldogul az életében, mint valaha. Tehát egy olyan világban vagyunk, tehát ha megnézed, ha az én korosztályomba tartozol, az melyik korosztály? Ugye az 1942 és 67 között született korosztály. Az az én korosztályom. És ha az én korosztályomba tartozó vagy, akkor láthatod azt, hogy mikor volt jobban előrelátható, hogy mi lesz a jövőben. Manapság vagy régen? Tehát itt mindenki azt mondja, hogy régen. Tehát régen, drága fiatalok, ez úgy működött, hogy tudtál tervezni nyugodtan akár 20 évre. Érted? Most 2 hónapra nem tudsz előre tervezni, nem hogy 20 évre. Ha 2 hónap múlva nem tudod, hogy nem hoznak-e valami olyan rendeletet, ami megállítja azt a tevékenységet, amit folytatsz. Én a jogban elég jártas vagyok azért, mert régen, mint cégvezető, mint pénzintézet vezetőnek, otthon kellett lenni a jogban. És legalább, hát nem annyira, hanem jobban ott voltam azon a területen, a jogban, mint a jogászok. De tényleg. És azt látom most, hogy iszonyú sok változás történt az elmúlt több mint másfél évben a jog területén. Érted? De annyi változás, ami egyszerűen egy jogász számára követhetetlen. Érted? Tehát követhetetlen. És össze-vissza, de szó szerint össze-vissza változtatgatják a jogot. Tehát szó szerint. Na most egy olyan világban, ahol állandóan minden változik, ott nem lehet kiszámítani, hogy mi lesz 2 év múlva, 5 év múlva vagy 10 év múlva. Érted? Itt egy biztos dolog van. Ha az embernek van olyan információja, hogy bizonyos lények
mit terveznek? Bizonyos lények mit terveznek? Oké? Okay? És ezek a bizonyos lények meg tudják azt is határozni, hogy mikorra mit terveznek. Mert embereknél ezt pontosan meghatározni lehetetlen. Most milyen lényekről van szó? Isteni lényekről. Az Isten, tehát nem tudom, tudod-e, hogy az isteni működésben odafönt, ott nincsenek jogszabályváltozások. Ott nincsenek. Ott nincs olyan, hogy naponta adjunk ki új és új, nem egy jogszabályt, hanem többet. Ott nincsenek. Sőt, nincsenek jogszabályok. Ott egy van, etika. Oké? Okay? És minden az etika alapján működik. Minden. Az pedig, annak van egy egymondatos alapelve. A legnagyobb jó érdekében történő cselekvés. Nincs hozzárakva semmi. Tehát a legnagyobb jó érdekében történő cselekvés. És ott minden annak alapján történik, ami a legnagyobb jó érdekében történik. Tehát, hogyha ezt most erre vetítenénk, erre a 10 területre, akkor azt mondanánk, hogy ez minden jó legyen. Érted? És a többségnek ez jó legyen. Világos ez? Na most ezáltal, hogy náluk ilyen szabályozás van odafönt, nincs szükség mindent szabályozni. Mert itt a Földön lassan már azt is szabályozzák, hogy mikor pukizhatsz. Érted? Szóval a lényeg az, hogy ott nincs. Nincs ilyen. És ha van egy jó működés valahol, nem itt a Földön, mert itt a Földön nincs, akkor nyilvánvalóan, mivel sokkal hatalmasabb hatalommal rendelkező lényekről van szó, mint maguk az emberek, és mivel mi alájuk tartozunk, onnantól kezdve nyilvánvalóan ők határozzák meg ezt, azt, hogy a jövőben ezen a bolygón minek kell lennie, mikorra. Tehát mikorra minek kell lennie. Ezt nem mi határozzuk meg. Ehhez ugye ők biztosítottak dolgokat, hogy azok megtörténjenek, létrejöjjenek, és biztosították azt, hogy az emberek éljenek azokkal a lehetőségekkel, amivel élhetnek. Tehát ez azt jelenti, hogyha az emberek nem élnek azokkal a biztosított lehetőségekkel, akkor nyilván az ő számukra nem fog létrejönni az, aminek létre kell jönnie. Mert ezen a bolygón valaminek létre kell jönnie, méghozzá meghatározott idő alatt kell létrejönnie, és meg van határozva, hogy maximum mikorra. Nem minimum, maximum mikorra. Hát nézzük meg, hogy ez mi. Ez 2035. 2035-re aranykornak kell lennie. Mit jelent az aranykor?
az aranykor az egy elnyomásmentes, átmeneti társadalmi forma. Tehát átmeneti társadalmi forma. Tehát nem egy végleges, hanem egy átmeneti társadalmi forma. Az azt jelenti, hogy nincs elnyomás, nincsenek elnyomók. Tehát tudni kell azt, hogy kétféle ember van, vannak a szociális emberek, azok a nem elnyomók. És vannak az antiszociális emberek, azok az elnyomók. És azt is érdemes tudni, hogy az antiszociális emberek, tehát az elnyomók, azok nem változnak meg. És azt is érdemes tudni, hogy elnyomás hatására a szociális emberek viszont nehezen változnak. Ezt is érdemes tudni. Oké? Mit jelent a változás? A változás az mindig a jobbá válást jelenti. Tehát magyarul, hogy jobb legyen, legyél, jobban bánjál önmagaddal, jobban bánjál a pároddal, sőt egyre jobban, ez mind egyre jobban bánjál. Egyre jobban bánjál a gyerekeiddel, a szüleiddel, másokkal, munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal, az Isteneddel. Tehát, hogy mind egyre jobban és jobban bánjál. Nyilván ez egy fokozatosság, ez nem úgy megy, hogy az ember nem tanult valamit, és akkor elkezd tanulni, és brilliáns módon már működik. Neki mondjuk a párjával való bánásmód. Nem így működik. Ez lépésről lépésre lehet ezekben haladni. Ahogy az ember tanul, úgy szépen építi be az életébe a tudást. Tehát mire egy embernek beépül bizonyos területre a tudás, ezek közül valamilyen területre, az nyilván idő. Tehát viszont ha az emberek elnyomást kapnak, a szociális emberek, akkor ez azt jelenti, hogy tanul, használja, visszaesik. Kap egy elnyomást és visszaesik. Tanul, használ, mikor elmúlt az elnyomás, megint tanul, használja, kap egy elnyomást, megint visszaesik. Ez látszólag ilyen kőműves kelemen haladás. Ha csak az ember nem tesz meg olyan dolgokat, ami az segíti, hogy tovább fejlődjön, és ezek a visszaesések egyre ritkábban legyenek, vagy elmúljanak. Tehát erre van lehetőség. Mi az, ami befolyásolja leginkább egy szociális embernek a fejlődését? Hát például mondok dolgokat. Tehát nem mondom, hogy ez az első, ez meg a második, ez meg a harmadik. Jó, tehát azt mondom, hogy leginkább mik ezek. Hát például az, hogyha az egyik fejlődik párkapcsolat esetén, a másik meg nem, akkor ez egyre nagyobb gondot fog jelenteni a párkapcsolatban. Csak úgy mondom. Akkor például az ember elég sok időt tölt el, főleg egy aktív ember, a foglalkozásával, a munkájával. És ha ott nem tanulnak az emberek, akkor az hasonlítani fog a párkapcsolati különbségnél a tudáskülönbségre, hogy egyszerűen tudásban eltávolodik a többiektől, és se azok nem érzik jól magát azzal az emberrel, aki többet tud, se az, aki többet tud azokkal, akik jóval kevesebbet. Világos ez? Nem az a baj, ha valaki jóval kevesebbet tud, hanem az a baj, ha valaki nem akar többet tudni. Oké? És minden olyan dolog,
Például, ha mondjuk sokat találkozol a szülőddel, ha a szülőd nem fejlődik és te fejlődsz, ugyanez lesz. Mint a párodnál, vagy a munkahelyeden. Ugyanezzel a gyerekekkel kapcsolatban. Ha a gyerekeid nem fejlődnek, te fejlődsz, ugyanúgy elindul az eltávolodás. És mit jelent ez az eltávolodás? Tehát ez úgy működik, hogy értsétek, hogy azok, akik nem akarnak fejlődni, azok megpróbálják visszahúzni azokat, akik fejlődni akarnak. Ritka a kivétel, csak úgy mondanám. Tehát valahogy az emberben van egy olyan ösztön, és ez nem tudatos, a tudatossághoz ennyi köze sincs. Egyszerűen úgy működik a nem tudatos ember, hogy a másik fejlődik, akkor ő megpróbálja visszahúzni. És ez egy olyan állati működés, mint mondjuk a Baromfi udvarban a tollasnyakú tyúkok közé bekerül egy kopasznyakú tyúk, akkor halálra csipkedik. Szó szerint. Tehát lényeg az, hogyha az ember tudja azt, hogy emberek nem akarnak fejlődni, és olyanok közt vagy, akik nem akarnak fejlődni, akkor vagy megpróbálod azt elérni, megkísérled elérni, mert ugye a kutya próbálkozik. Tehát a kutya az nem kísérletezik, csak az ember, tudod. Tehát hogyha megkísérled azt elérni, hogy ők is fejlődjenek, tehát tanuljanak, akkor semmi gond nincs azokkal az emberekkel. De ha ezt nem tudod elérni, akkor nagyon-nagyon nehezen tudsz változni, fejlődni, mert vissza fognak fogni, vissza fognak húzni. Hát ilyenkor mit tehet az ember? Vált. És ott hagyja azokat az embereket, akik nem akarnak fejlődni. Komolyan? Szó szerint. Családot is, így van. Így van. Hát az nem azt jelenti, hogy mondjuk a gyerekeiddel vagy a szüleiddel nem tartasz kapcsolatot. Csak lehetőleg minimalizálod a velük töltött együttlétet. Világos ez? Tehát, hogyha ha megnézed, ez ugyanígy van a párkapcsolatban. Ha két ember teljesen más utat jár, akkor az a legjobb megoldás, ha minél kevesebbet kommunikálnak. Ha mégis együtt akarnak maradni. Oké? Tehát ezért mondtam, hogy meg kell kísérelni azt, hogy ők tanuljanak, fejlődnek. Miért? Mert mi lesz akkor, ha nem tanulnak? 2035-re visszamegyünk oda. Aranykornak kell lenni. Az azt jelenti, hogy aki nem tanul meg arra az időszakra úgy működni, hogy a másikat ne nyomja el, akkor kivonják a fentiek a forgalomból. Ugyanúgy, ahogy a fentiektől függött, hogy te megszülettél, ugyanúgy függ tőlük az, hogy te mikor halsz meg. Ez azt jelenti, hogy fogják és kivonnak a forgalomból. És mi lesz veled? Jó, azért bíztatlak, mert van egy létközi állapot, a lelked nem hal meg. A tested marad itt a földön, és reméljük, hogy a lelked elhagyja a bolygót. És a létközi állapotban várod az újraszületésedet. Egy másik testbe beszületést. Na igen ám, de hova? Mert ugyanis 2035-től ugye az emberiség egy része ide nem születhet újra. Miért? Hát mert jóval kevesebb lesz a család. Meg például én meg már nem akarok gyereket. Nekem nem az a dolgom, csak nem 60 évesként, érted, hogy gyerekeket neveljek, vagy gyereket neveljek.
Nekem az a dolgom, hogy az embereket tanítsam. És lényeg az, hogy ugye marad egy csomó ember, de egy csomó ember meg nem akar fejlődni. És csak oda tudnak újra születni a lelkek, akik fiatalok, és még akarnak gyereket. Világos ez? És akik meg nem akarnak gyereket, oda nem tudnak újra születni. És akkor mi lesz velük? Hát akkor az az, hogy van egy bolygó, ahol újra akarják indítani az emberiséget. Nulláról. Nem itt a környéken van, nem a naprendszerünkben van, jó? Hanem jócskánt kint. Tehát azért jó, ha tudjuk, hogy mikor a Földet létrehozták, akkor ez volt az univerzum széle. Oké? Nagyon érdekes, mert 10 évente 1 milliárddal, a tudomány szerint 1 milliárddal nő a Föld élettartama. Mondom, 10 évente 1 milliárddal nő a Föld. Tehát a tudomány mindig rájön, hogy a Föld nem annyi idős, hanem jóval idősebb. És 10 évente kimondják, hogy 1 milliárddal idősebb. És akkor az annyira már nem feltűnő, tudod. Mert csak 1 milliárddal emelik a Föld élettartamát. Szóval a lényeg az, hogy mikor a Földet létrehozták, akkor ez volt az univerzum széle. Csak igen ám, csak már kiépült naprendszerekkel azóta, és az univerzum széle az nem itt van, hanem jócskán kijebb. És azok a lelkek, amelyek nem támogatják a magas rezgést, azok ebben az univerzumban, amiben vagyunk, azoknak nincs itt a helyük. Oké? És azok, amikor meghalnak, fogják, és kirakják őket oda a külső periféria szélén lévő bolygóra, és indítják a nulláról. Most mit jelent a nulláról indulás? Az, hogy még az a tudásod sem lesz, hogy hogyan kell egy tüzet meggyújtani. Világos ez? Nem tudom, tudjátok-e, hogy az emberiség mióta használja a tüzet. Tehát ez az emberiség. Mindössze 7000 éve. 7000 éve. És úgy tanulták meg, hogy megtanították nekik, mert maguktól nem tudták megtanítani. Világos ez? És akkor szépen, ugye mivel nem lehetnek itt a rezgésük miatt, és nem tudnak újra születni, miért? Mert ugye sokkal kevesebb család lesz, ezáltal mennek oda ki. De hát gondoljátok végig, ott is nulláról indul a dolog, és ott is leszületik majd vagy pár száz család, és akkor a milliárdok mikorra jutnak sorra az újraszületésre? Baromi jó kérdés, nem? Tehát, hogyha te úgy gondolod, hogy te mindent tudsz, ha úgy gondolod, hogy neked nem kell fejlődni, akkor ezen a bolygón nincs helyed a jövőben. Oké? És hiába gondolod azt, hogy hát ez úgyse így lesz. Ugye az a különbség, hogy én meg tudom, hogy így lesz. Mert nekem van egy olyan kapcsolatom a fentiekkel, ahol tájékoztatnak ezekről a dolgokról. Olyan dolgokról tudok velük kommunikálni, aminek nem tudsz utána nézni. Érted? Tehát nincs ott a neten, vagy egy könyvbe leírva. Érted? Nem tudsz utána nézni. És a kommunikáció már úgy működik, mint mikor veled leállok beszélgetni. Oké? Régen ez nem így működött, hanem úgy működött, hogy föltettem valami kérdést, és akkor pár perc múlva kaptam választ. Vagy legalábbis akkor fogtam föl a választ. Most már ez kicsit fölgyorsult, mióta ugye ezt rendszeresen
igénybe veszem ezt a kapcsolatot. És lényeg az, hogy sok mindent tudok úgy és olyan dolgokról, amiről az emberek nem nagyon tudnak. Akik itt tanulnak, azokról sok mindent tudnak, mert én olyan vagyok, amit tudnotok kell, azt úgy is elmondom. De azok, akik kint vannak, mit jelent a kint? Tehát nem tanulnak itt. Azok nem tudják ezeket a dolgokat. Miért? Mert ugye a tanulók tudják ezeket a dolgokat. A tanulók. Na most lehet tanulni az embernek sok helyen. Csak nem mindegy, hogy mit tanulunk. Nem mindegy, hogy mondjuk csak az életünknek egy kis szegmensét tanuljuk, például mondjuk a párunkkal való bánásmódot, vagy minden szépen sorba. Érted? És nem mindegy, hogy mennyiért. Olyan áron, ami mondjuk a legtöbb ember számára hosszú távon megfizethetetlen, vagy akár már középtávon is, vagy olyan áron, ami gyakorlatilag bárki számára megfizethető. Ma az átlagkereset Magyarországon nettó csak nem 200 ezer forint. Tehát így valahol ott van 200 ezer környékén. Ez nettó, amit az a visznek. Tehát ez nem a bruttó, ez a nettó. És akkor ugye mondhatnád, hogy a te fizetésed hol van ehhez képest, akkor is ez az átlag. Jó, tehát, de ha neked a jövedelmed mondjuk csak nagyon alacsony, és tudom én, 120 ezer forint nettóban, csak most mondtam valamit. Hát akkor is annak a 10%-a az mennyi? 12 ezer forint, nem? Én tanultam, tudod mikor? 91-ben, vagy 91 után már tanultam. Hogyha akarsz valamit kezdeni az életeddel, akkor a legjobb befektetés a tudásodba való befektetés. Mert ugyanis a tudásodba való befektetés az nem inflálódik. Azt nem lopják el. Az nem vész el. Nem tudod elhagyni, érted? Az megvan. És a tudásodba való befektetés az a legjobb befektetés. És ha az életben boldogulni akarsz, akkor legalább a jövedelmednek a 10%-át fektesd be a tudásodba. És ugye akinek ennél magasabb a jövedelme, hát még be se kell fektetni a 10%-át. De ami az ember és az élet működésével kapcsolatban tudást kaphatsz, amögött szinte kivétel nélkül üzleti megfontolás van. Mit jelent az üzleti megfontolás? Az, hogy minél nagyobb hasznot akarnak belőled a te tanulásodból kipréselni. Ezáltal óránként sok ezer forint képzési díjat szednek be tőled. Ugye a mi képzéseink alapvetően coach képzések. De nem úgy, hogy átvettem coach képző dolgokból, hanem én dolgoztam ki. Tehát coach képző intézményben. Én nem voltam coach képző intézményben sosem tanulni. Világos ez? Tehát onnan nem tudtam átvenni semmit. És én dolgoztam ki. És olyan coachképzés tanfolyamot dolgoztam ki, ami teljesen páratlan ezáltal bolygószinten. Mert nekem kulcskérdés, hogy minden olyan területre tudást nyújtsak, amivel te az életedben találkozhatsz. Oké? Ezáltal az elmúlt, hát most már mondhatom, hogy 11 évben az élet és az ember működésével nem tudtak olyan kérdést feltenni,
amire ne tudtam volna adni a választ és a megoldást. Na most lényeg az, hogy maga a tudás az ma jelenleg a bolygó szinten egyedülálló. És nem üzleti alapokra van helyezve. Tehát nem az a lényeg, hogy minél több pénzt kiszedjünk belőled, hogy a működtető szervezet minél jobban gazdagodjon. Hanem ez nálunk úgy működik, hogy akik itt tanulnak, azok hozhatnak tanulókat. És hogy milyen formában, ez most részletkérdés. És utána annak a jutalékát ugye használhatják például a saját tanulmányaikra, de jövedelmet is tudnak belőle csinálni. Tehát van, akik ebből élnek, a szervezésből. És ha megnézzük, ugye mire szervezünk? Arra szervezünk, hogy az emberek tanuljanak. És arra, hogy megvalósulhasson az aranykor minél nagyobb lélekszámban. És ez azt jelenti, hogy maga a szervezés az csak annyi, hogyha valaminek, valami tetszik az embernek, akkor egyszerűen másoknak megosztja. Érted? Az, ami tetszik. És hogy ezért ugye jövedelme van az embernek, az ebből a szempontból részletkérdés. És de gondold végig, hogy te most dolgozol valamit az életedben. Ha itt nem lesz aranykor, akkor a bolygót a WC húzzák le most idézőjelbe. Érted? Tehát a terv az, hogyha netántán nem lenne aranykor, akkor sajnos ezt a bolygót meg kell semmisíteni. Oké? Hogy miért? Erről már beszéltem díjmentesben. Most nem kívánok erről beszélni. Tehát, és meg tudod nézni az interneten az ilyen képzésemet. Tehát lényeg az, hogy ez a bolygó vagy az emberiség által megemeli a rezgését, mert az emberiségtől függ, hogy ennek a bolygónak milyen a rezgése, vagy most afelé megyünk, hogy a bolygó rezgése csökken, mert az emberiség rezgése csökken. Tehát, hogyha nem emeli meg az emberiség a bolygó rezgését, akkor ennek a bolygónak nincs helye itt. Oké? Az nem azt jelenti, hogy eltolják innen. Tehát az nem lehet eltolni. Hanem azt jelenti, hogy megsemmisítik. Ugyanúgy, mint a Mars és a Jupiter közötti, ha jól emlékszem Jupiter, a Mars és Jupiter közötti bolygót, ami ott volt. Azt is megsemmisítették, és most egy kis bolygóövezet kering a naprendszerbe. Tehát az bebizonyított tény, hogy az szétrobbantott bolygó, és nagyon érdekes, mert visszamegyünk a történelembe, ilyen nagyon-nagyon régi, több ezer éves rajzokban, kőbevésett rajzokban, ott van az a bolygó. Még egyben. Oké? És már nincs ott az a bolygó. Tehát egy bolygóval több volt. Oké? És most nincs ott. Szóval a lényeg az, hogy vagy erre a sorsra jut ez a bolygó, vagy ugye amire valószínűleg kicsi az esély, mert az ember képes arra, hogy tudatosodjon. Csak egyszerűen az előítéleteidet kellene levetned. Oké? Mert az előítéleteid az mind a múltból fakadnak. Nem az előző életeidből, hanem az ebben az életedben lévő múltból fakadnak. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki nem akar fejlődni, az azért nem akar fejlődni, mert vagy elnyomó, vagy szociális emberként olyan környezetben él, akik
a környezetében folyamatosan le akarják őt beszélni arról, hogy tanuljon. A bolygón minden ötödik ember elnyomó. És mivel az emberek nem tanulták azt, hogy hogyan ismerjék fel az elnyomókat, ezért gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy akik nem tanulták ezt, mindenkinek a környezetében vannak elnyomók. És ők bőszen dolgoznak azon, hogy te ne akar fejlődni. Oké? És ha az ember itt tanul, akkor képessé válik arra, hogy egy sokkal, de sokkal minőségibb életet úgy éljen, hogy értse az életnek és az embernek a működését. És a fejlődésünk során szerteszünk arra, hogy képesek legyünk a legnagyobb jó alapján cselekedni, és szépen 2035-ig vagy már előtte bevonulni az aranykorba. A fentiek abban segítenek minket, hogy hozzájussunk a tudáshoz, abban segítenek minket, hogy ez a tudás ez folyamatosan rendelkezésünkre álljon, és ebben ugye nagyon komoly segítséget kell nyújtaniuk, és nyújtják is, és abban segítenek bennünket, hogy szépen azokat, akik akadályozni akarják az emberiséget abban, hogy tudáshoz jussanak, azokat szépen kivonják a forgalomba. Oké? És azok, akik ugye jó emberek, de nem akarnak tanulni, mert antiszociális elnyomók hatása alatt állnak, és ugye azok elérik náluk, hogy ne akarjanak tanulni, hát azoknak meg nem lesz egyszerű a következő élet, de ez sem. Tehát ez sem, mert nem kerülhetnek be 2035-től az aranykorba. Tehát a 2035-ig az embernek azt is meg kell tanulnia, hogy úgy tudjon cselekedni, hogy a szociális ember ne elnyomoskodjon. Mert ugyanis úgy működünk, hogy sajnos tudás nélkül a szociális ember is elnyomoskodik időnként. Nem annyit, mint egy elnyomó, mert a szociális ember akkor elnyomoskodik, ha elnyomás éri, és akkor továbbadja az elnyomást. Tehát mi emberek tudunk, tehát ezért vagyunk még, mert ugye 2012-ben Rollót kellett volna lehúzniuk a fentieknek, és addig tartott volna az emberiségnek a sorsa. És azért adtak lehetőséget az emberiség számára, mert sok a jó ember. De a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. És a jó embereknek nem az a feladatuk, hogy tüntessenek. Nem az a feladatuk, hogy törjenek, zúzzanak, hanem az a feladatuk, hogy egyre tudatosabban működjenek. Világos ez? És az egyre tudatosabb működés az azt jelenti, hogy egyre kevésbé hat rá az ösztönös működés, és hat rá a manipuláció. Világos? Márpedig, ha megnézed, most egy olyan világban élünk, ahol óriási manipuláció folyik. Óriási. És méghozzá nem jó irányba történő manipuláció, hanem a rossz irányba történő manipuláció. Tehát olyan tandíjjal tudsz tanulni, ami teljesen páratlan. Hát gondold végig, most még úgy tanulhatsz, hogy óránként 330 forintért. Hát ez mi? Ez semmi. Egy hónapban van 30 óra képzés. Jó, ettől az első hónap eltér, mert az 660 forint. De hát akkor is ez az összeg, ez nudli. Tehát egy
egy elsősnek, egy általános iskolás elsősnek a korepetálásáért sokkal, de sokkal többet kérnek, mint óránként 330 forintot. Tehát itt van egy lehetőség, évele. Nem érsz vele? Te bajod. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmetek, szeretlek benneteket, sziasztok!